Itt van az ősz, itt van újra. Szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi jogból szeretem, de szeretem. Nagyon jó verseny, ráadásul szép is, mert a Félszigetet megkerülni ez nem kis dolog. Idén a tavalyi 209 hajóhoz képest jóval kevesebben, 147 nevezett hajó, közel 600 versenyzője indulhatott szeptember 20-án, 10 óra 30-kor a Félsziget kerülő Széchenyi István emlékversenyen, ami egyben a Balaton Kupa utolsó, 10. fordulója is volt. Meteorológiai jelentésekből már lehetett számítani nagy szélre. A jóslat bevált, 8-10 méter per szekundumos északkeleti szélben rajtolt el a mezőny. De már az elején akadtak gondok, mert a Vénusz cirkálónak eltört az árbóca, és kénytelen volt feladni a versenyt. Az erős szélnek köszönhetően a mezőny gyorsan elérte a tihanyi szorost, ahol a pekingi olimpiát is megjárt Berez Zsombor kormányozta egység fejfej mellett haladt a tornádóval. Hát most el tudtunk indulni egy Majors 24-esre a tihany kerülőn. Hát hihetetlenül él ez a hajó ebbe a 25-20 csomós szélbe, és bőszélbe hihetetlenül ment. Szerintem ilyen gyorsan még nem mentem, hiszen csak motorossal, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt. A tihanyi szoros már tisztán elsőként hagyta el Kortobágyi Gábor. Az volt a fontos, hogy utána, ha elmegy a komp, akkor legyen szabad szelem. Utána a nagy hajók fölé kerültem emiatt újból, és nem tudtak megtakarni, és el tudtuk menni, utána mindenki fölött elrohantunk. A bázsai öbölben növelték az előnyüket, és a 8-szoros kékszalag győztes Litkei Farkas előtt vették a bóját. A harmadik helyre esett vissza Berez Zsombor, akit nagyon megközelített Király Zsolt. A bójavétel után Soponyai Gézáék is mindent megtettek, hogy előrébb kerüljenek. A taktika bevált, a csőhöz érve már a harmadik helyért küzdöttek Király Zsolttal. Ez alatt a második helyen haladó Brókernet Unika segítséget kért a mellettük lévő vízirendőröktől, mert az egyik versenyzőjüknek megsérült az ujja. Ezt a sérülést nagyon nehéz lesz meggyógyítani, mert hiányzik a legfinomabb tapintó újhegyi bőrnek a visszanövekedése. Erre a legegyszerűbb lenne valószínűleg, de ezt majd az igazi sebészi szakma eldönti, áttransplantálni, átültetni oda bőrt, mert nagyon lassan fog különben behámosodni. A keleti medencébe visszaérve a szélereje sokat csökkent, de a tornádó előnye elég volt, hogy megnyerje a 2001 évben alapított Széchenyi István vándordíjat és a Széchenyi család színeit képviselő kék-piros színű szallagot, melyet a Félsziget kerülő Széchenyi István emlékversenyeken a továbbiakban árbócán viselhet az abszolút első Kortobágyi Gábor vezette tornádó. A befutó előtt ritka eseménynek lehettünk szemtanúi. A második helyen haladó Litkei Farkas a célvonal előtt 2 méterrel megállt, és csak a 4. helyen tudott befutni. Így a 7. helyről feljövő Avatar lett a második, a Sponsor Wanted a 3. A díjkiosztó ünnepséget az Annabella Hotelben rendezték, ahol a szponzorokat kérdeztük, miért érdemes támogatni a vitorlázást. A Szika, mint svájci koncern, olyan tömítő ragasztóanyagokat is gyárt, amelyet a hajóépítők ismernek, a hajógyártók használnak. Ez a fő oka, amiért szponzoráljuk. Nagyon sok partnerünk és ügyfelünk vitorlázik, és azért állandó beszédtéma a hétköznapokban, egy tárgyalás kapcsán, hogy mi volt a hétvégén, próbálunk színesebbé tenni tárgyalásokat, és ez általában mindig előkerül, és hát nagyon gyakran a vitorlázás került elő, egyre gyakrabban, tehát mi is gondoltuk, hogy érdemes lenne akár szponzorként is megjelenni ezeken a vitorlásversenyeken.